magunktól? Kell mondani? John C., légy szíves, kérlek, értékeld a mérkőzést, te személy szerint a mérkőzés legjobbja voltál, de gondolom a vereség az esetről. Hát igen, nagyon frusztráló ez a vereség, úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést behúzhattuk volna. Nagyon sok eladott labdánk volt gyors indításból. Úgy gondolom, egy kicsit nyugodtabbak vagyunk, akkor és egy kicsit jobban megállunk, akkor meg lehetett volna a mérkőzés, de azért büszke vagyok a csapatra, hiszen a szombati mérkőzéshez képest a játékunk 100%-os fordulatot vett, és tényleg hatalmas győzelmi esélyünk volt. Nagyon jól védekeztünk sokszor, sikerült megoldani egy-két szituációt, amit megbeszéltünk. Támadásban is azért sokszor tudtuk jól járatni a labdát, de ennél még lehetett volna jobban is, úgyhogy a hét további részében ezen fogunk dolgozni. És gratulálok a Kaposvárnak, illetve a saját csapatomnak is, hiszen óriásit küzdöttünk, megyünk tovább, és mindenféleképpen vasárnap meg szeretnénk verni a Sopront, és ugyanezzel a hozzáállással kell neki menni a vasárnapi mérkőzésnek is. Köszönjük szépen. Feri, légy szíves, megvolt a vesélyek, és hiányzókkal is jól játszottad. Először is gratulálok a Kaposvárnak a győzelemhez, de ugyanúgy gratulálok. Nehéz győzelem után azt mondani, hogy gratulálok a csapatomnak, de nem a vereségért gratulálok, hanem azért gratulálok, mert tényleg, amit a John C. is mondott, hogy tegyük egymás mellé a honvéd mérkőzésünket, vagy ezt a mérkőzést. Volt esélyünk, megint bebizonyítottuk, hogy van tartásunk, negyedik negyedbe 10 pontról visszajöttünk, át is vettük a vezetést, szerintem, ha jó rémlik, nem tudom azt mondani, hogy aki pályára lépett, az nem tud tükörbe nézni. Tehát egyszerűen tényleg fantasztikus volt, amit a pályán nyújtottak a játékosok. Persze voltak hibák, van akinek azért volt hiba, mert már elfáradt, ezek mind benne vannak a játékban, de hát egy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Tehát ez a Kaposvár ugye 3 napja nyert Szombathelyen, oda nem nagyon nyerni járnak a csapatok, és ennek ellenére partiban tudtunk lenni velük. Tényleg dolgozunk tovább, 3. forduló volt a bajnokságban, vasárnapra ki kell javítani a hibákat, és meg kell vernünk a Sopront hazai pályán. Én úgy érzem, hogy hazai pályán nekünk mindenki ellen van esélyünk. Tényleg egy, amit még, hogy például, amiben előre léptünk az elmúlt 2-3 mérkőzés, ez a pick and roll védése. Azt szerintem sokkal jobban védtük, mint bármikor eddig, de hát az eladott labdák és a könnyű kosarak azok megbosszulták. Úgyhogy gratulálok még egyszer a Kaposvárnak, sok sikert nekik a bajnokságban. Köszönjük szépen, sok sikert!